Jó estét kívánok az adaiaknak, a moholiaknak, és így tiszamentiként különösen örülök, hogy itt lehetek, és én kezdhetem mindannak az előadását, amelyek a VMS eredményei, főleg a tartományi szinten, de ez persze egy egységes egész, és általában a helyi szinttől kezdődik, és a köztársasági, sőt attól magasabb brüsszeli szinttel fejeződik be. Most azért kezdem innen a tartományból, mert valahogy itt az önkormányzat az elmúlt időszakban nem volt fedve olyan módon a VMS részéről, mint amilyen módon van ez mondjuk Magyarkanizsán, Zentán. Azért hivatkozok én most az egységre, a Tiszamente egységére, hogy így kell lenni majd itt is hamarosan, és azért van ez a lakossági fórum többek között, hogy ez így legyen. Hát a tartományt, ha nézzük, én mindjárt egy viccel kezdem, ha megengedik, hogy egy kicsit oldjuk a hangulatot, és ez arról szól, hogy a cigányprímásot hajnalban osztja a pénzt a bandájának, és a Gazsi közben megkérdezni, hogy ő miért nem kap. Tudják biztos, de hát ismételjük meg. A prímás erre azt mondja, hogy igen, jár, mert a Gazsi hivatkozik arra, hogy nekünk ez jár, nekem is jár. Hát járni jár, de nem jut. Ezt kapta a Gazsi, és azt kell, hogy mondjam, hogy mi ott a tartományban, de nem csak ott, szintén így járnánk, ha nem lennénk ott. A tartományban ennek hagyománya van, sok-sok éve már, amióta a világ, én talán fogalmazhatnék így, de különösen 2000-től a VMS jelen van, a magyar érdekképviselet jelen van a tartományban, jelentős szerepet vállal a tartomány vezetésében, és ennek így kell lennie. A jelenlegi helyzet az, 9 hónapja már ugye egy új koalícióban működik ez a dolog, hogy 6 tartományi képviselőnk mellett vannak itt közülük. A vezetésben összesen 152-en még ott vannak különböző szinteken, segédtitkárokként, helyettes titkárként, altitkárként, titkárként, és természetesen mindennek a rendszernek a vezetője, pásztor elnök úr, aki a tartományi képviselőház elnöke. De nem csak erről van szó, és nem ez a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy forrásokhoz jutunk, a jelenlétünknek köszönhetően is ügyeket rendezünk, ügyeket oldunk meg, orvosolunk a jelenlétünknek köszönhetően. Így van ez már hosszú ideje, és azt hiszem, ennek tanúi vagyunk mindannyian itt Adán is, gondoljuk az infrastrukturális beruházásokra, az egészségházakra, az iskolákra, gondoljunk az utainkra, gondoljunk a mezőgazdasági fejlesztésekre, amik ide érkeznek a tartományból. Nagy források, jelentős pénzek érkeznek a magyar lakta vidékekre, ideértve Adakösséget is, és ennek nap mint nap a tanúi vagyunk. Vajon lenne ez akkor, ha nem lenne magyar érdekképviselet a tartományban? Ha nem lennének tisztségviselőink, ha a VMS-nek nem lenne egy ilyen szerepe, hogy az asztalnál ül, és nem csak ül, hanem együtt dönt azokkal, akik a döntéseket meghozzák. Együtt dönt. Abban az esetben, ha ez nem lenne így, ha csak ők döntenének, és mi nekünk semmilyen beleszólásunk nem lenne ebben, nem lennénk ott jelen, akkor minden bizonnyal morzsákat kapnánk, jóval kevesebb forrásokhoz jutnánk, és nagy kérdés, hogy mindaz, amit megvalósítottunk, megvalósítunk, egyáltalán rendelkezésünkre állna-e. Tehát a végeredmény az, hogy nem csak jár, hanem jut is, és ez annak köszönhető, mert a VMS jelen van, a magyar érdekképviselet jelen van a tartományban. A pénz persze sosem elég, de
ettől sokkal kevesebb lenne, és sokkal kevesebb projektet, sokkal kevesebb fejlesztést tudnánk megvalósítani, ha ez nem így lenne. Az ügyek intézése, mint mondtam, szintén fontos. A kis létszámú osztályok megnyitása, tankönyvek kiadása, az építkezési engedélyek megszerzése, bármi apróbb, nagyobb, komplikáltabb ügyről van szó, számíthatunk a tartományi vezetőkre, a tartományi alkalmazottakra, akik a VMS jelenlétének köszönhetően ezt biztosítják. Minden szint fontos, persze, és a tartományi szint kiegészíti azt, ami a helyi szinten, az önkormányzatokban történik, hiszen a gondok legnagyobb része pont ott jelenik meg, és kiegészíti ezt a köztársasági szint is, tehát együtt tud ez mind megvalósulni, különösen akkor, amikor egy vertikális, megfelelő, azonos hatalmi struktúra működik Szerbiában. Ez most így van, és azt hiszem, hogy az nem kérdés, hogy ezt a mi jelenlétünket a tartományban meg kell őriznünk, sőt erősítenünk kell a jövőben. Ha az időarányos időszakot, vagy a mostani 9 hónapot nézzük, és azt összehasonlítjuk azzal az időszakkal, amikor egy másik partnerrel, történetesen a Demokrata Párttal, a Ligával voltunk koalícióban hosszú évek során, én azt hiszem, hogy mindannyiunknak, akik a tartományban most jelen vagyunk, dolgozunk, az a véleményük, sokan vannak itt most, hogy ez a 9 hónap időarányosan sokkal többet hozott, sokkal több eredményt produkált, mint az az előző időszak, amely hosszabb volt ugyan, de sokkal nehezebb és sokkal több gonddal terhelt időszak volt, különösen voltak olyan időszakok, amikor teljesen annak ellenére, hogy jelen voltunk, ki voltunk zárva a döntéshozatalból, nem beszélve arról, hogy az emberek közti viszonyok, a koalíción belüli viszonyok milyenek voltak. Teljesen más ez a 9 hónap, mint az az előző időszak, amelyben szintén volt részünk, nekem is egy 2 éven keresztül, hiszen most le lehet ülni, beszélgetni, el lehet mondani mindazt őszintén, ami a gondunk, bajunk, meg tudjuk beszélni, közös nevezőre tudunk jutni, és ami a legfontosabb, miután megszületik valamilyen megegyezés, kompromisszum vagy döntés, akkor az nem ígéret marad. Az ígéret abban a pillanatban csak ígéret, utána napok kérdése, hónapok kérdése is az mind megvalósul. Tehát kérdés nincs a körül, hogy a szónak van-e súlya vagy nincs, a szónak súlya van, és mindaz, amit megbeszélünk, az realizálódik is. És szükség van sok mindennek a realizációjára még. A koalíciós szerződésünk, amely közös a tartományi és köztársasági szintre, amelyet a Szerb Haladó Párt tavaly aláírt még a kormány megalakulása előtt, meg kell, hogy valósuljon teljes mértékben. Tehát az a kérdés, hogy most, amikor nem tartományi és nem is köztársasági parlamenti választások vannak, hanem köztársasági elnöki választás, hogyan cselekedjünk, mit tegyünk, és mit sugaljunk a választóinknak, a magyar választóknak, az egy nem igazán kérdés. Arról van szó, hogy nekünk ahhoz, hogy mindazt, amit kitűztünk célként, koalíciós egyeztetésben megbeszéltünk a Szerb Haladó Párttal, aláírtuk vele a koalíciós szerződést, ahhoz, hogy megvalósítsuk, mellé kell állnunk a Szerb Haladó Pártnak, és azt a koalíció által jelölt elnökjelöltet kell támogatnunk, amelyet a Szerb Haladó Párt jelölt, és amelyet az egész koalíció támogat. És hogy közelítsük meg még jobban ezt a kérdést? Mit tenni? Aki oktatási titkárként megtehetem azt, hogy
a diákokra, a gyerekeinkre gondolok, azokra, akik a mi unokáink vagy lányaink, fiaink, és akik jelenleg az oktatási rendszernek a részét képezik, magyar nyelvű oktatásban részesülnek az óvodától a középiskolával bezárólag, és ennek így kell lennie. Ilyenek a törvényeink, ilyen a jogi keret. Az ő jövőjük a fontos, mi is fontosak vagyunk, mi már itt eldöntöttük, úgy gondolom mindannyian, hogy itt maradunk, itt éljük le a megmaradt éveket, amiket a sors áld, de még fontosabb az, hogy a gyerekeinknek is megteremtsük azt a lehetőséget, hogy egy stabil, megbecsült kisebbség tagjaiként, nemzeti közösség tagjaiként éljék az életüket, itt maradjanak, az oktatás, a magyar oktatás számukra biztosítva legyen végig, és semmilyen kérdőjel ne legyen e körül. Tehát mindaz, ami adva van, amit kiharcoltunk a múltban, a történelem során, nemhogy el legyen véve, hanem még jobban kibontakozzon, ez a mi felelősségünk most. Ehhez most, április 2-án vasárnap, az kell, hogy a magyar közösség, a magyar választók a Vajdaságban kimenjenek szavazni, ne maradjanak otthon, elmenjenek szavazni, és megmutassák azt, hogy egy egységes erő képeznek ők, a magyarság egységes, és egységesen az mellett van, hogy egy stabil környezetben, egy békés, megbecsült helyzetben, egyenrangú polgárként éljék le tovább az életüket. A jövőjük ez, és a gyerekeink jövője is, mint mondtam ez. Én nyugodt lélekkel szavazok, megyek ki szavazni, és épp a gyerekemre, a fiamra, a lányomra, két lányomra gondolva nyugodt lélekkel voksolok. Az a személy mellett, aki ezt biztosítja számomra, és az a koalíció mellett, aki ezt biztosítja számomra, a VMS mellett, aki ezt biztosítja számomra. Mert kire kell szavazni? Biztos nem a vesztesre. Vannak, akik vesztesek voltak közülünk, a magyar közösség közül, akik most azt javasolják, hogy a vesztesre kell szavazni. Ők biztos a vesztüket érzik. Azért javasolják, hogy a vesztesre kell szavazni. Ne tegyük! Ezt ne tegyük! Mi a győztesre kell, hogy szavazzunk, hogy mi is győzzünk, hogy megmaradjunk, hogy a jogaink érvényesüljenek, hogy a cselekvési terv, amely a kisebbségi jogokra vonatkozik, és amelyet a szerb kormány fogadott el tavaly márciusban, maradéktanul megvalósuljon, és hogy ez garantálja továbbra is a szerb kormány, hogy ez megvalósuljon. Mindezt mi biztosítja? Azt biztosítja, hogy kiállunk az a jelölt mellett az elnök választásokon, aki a mi közös koalíciónknak a jelöltje. Tehát ne maradjunk otthon április 2-án, menjünk el szavazni a győztesre, és ezzel a magyarságunkra. Köszönöm szépen!